Újabb dk politikus hunyt el a járványban. Pence András 71 éves volt, a Demokratikus Koalíció színeiben Pest megyében dolgozott önkormányzati képviselőként, ugyanúgy, ahogy a pártja, ő is többször a kínai vakcinák ellen kampányolt az elmúlt hetekben. Múlt héten egy tatai dk politikus is meghalt. Ő március elején találkozott Gyurcsány Ferenc feleségével, abban az időszakban, amikor Dobrev Klára, Dobrev Klára országjáró körúton volt, és több fotón látszik, hogy nem volt rajta maszk. Koronavírusban vesztette életét a Demokratikus Koalíció politikusa. Ezt írta kedden a Magyar Nemzet, miután Gyurcsány Ferenc pártja néhány napja tudatta, Penz András a párt Pest megyei és kistarcsai önkormányzati képviselője március 26-án elhunyt. A Magyar Nemzet úgy fogalmaz, tragikus, hogy a képviselő halálába akár pártja oltás ellenes hangulatkeltése is belejátszhatott a 71 éves politikus közösségi oldalán korábban a DK kínai vakcina ellen indított petícióját is megosztotta. A magyar nemzet információi szerint pedig, bár felesége március elején megkapta a sinofarmoltást, Penz András maga ismerte el megbetegedése után, hogy ő nem oltatta be magát. A magyar nemzet szerint így akár az is feltételezhető, hogy a DK politikusa kitartva pártja kínai vakcinát kritizáló álláspontja mellett elutasította az oltást, ami megmenthette volna az életét. Napról napra nő azoknak a száma, akikről már csak egy bejegyzést látok itt a Facebookon, hogy itt hagyott minket, elment. Emberek, akiket személyesen ismertem, akikkel az elmúlt években egymás mellé sodort minket az élet. Gyurcsány Ferenc felesége mindeközben nemrég így írt saját közösségi oldalán, miután ő is átesett a koronavíruson. Dobrev Klára megjegyezte, miközben ő otthon lávadozott ismerősei közül nem mindenki ilyen szerencsés, és szerinte a kormány nem érti az ember életek megvédésének. Felelősségét. 20 ezer ember, akik nem statisztikai adatok, hanem nagyszülők, szülők, anyák, apák, barátok, ismerősök, testvérek. Feleségek Csak hogy az origó úgy tudja, néhány napja Tatán az a Dékás önkormányzati képviselő hunyt el szintén koronavírusban, aki a hónap elején maga számolt be arról, hogy beszélt Dobrev Klárával. Tatabányán pedig, ahol Gyurcsány Ferenc felesége a Városházán találkozott a dk polgármesterrel. A lap szerint egy önkormányzati dolgozó hunyt el a betegségben. Ma a Tatabányán kezdek, találkozom a Dobrev Klára február végén indult kampánykörútra, ám nem sokkal később saját közösségi oldalán jelentette be, hogy pozitív lett a koronavírus tesztje. Közben a megbeszélésekről olyan felvételek is készültek, amelyeken Dobrev Klárán és tárgyaló partnerein sincsen maszk. Gyurcsány Ferenc felesége Koncer Erikkel, a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés díkás frakció vezetőjével is így találkozottatán. Koncer Erik kedden egy Facebook bejegyzésben állt ki Dobrev Klára mellett. Azt írta, bár a koronavírusban elhunyt Gyűrűs Károly is ott volt, amikor Gyurcsány Ferenc felesége megérkezett, de a találkozásuk nem volt több mint fél perc, messziről köszöntötték egymást és váltottak pár szót. Szerinte kizárt, hogy Dobrev Klára bárkit megfertőzött volna, mert az ő tesztje a Gyurcsány Ferenc feleségével való maszk nélküli találkozó után negatív lett. Azt az origó is leszögezi, hogy nem lehet tudni, a március 22-én elhunyt önkormányzati képviselő kitől kapta el a vírust, ahogy azt sem, hogy a tatabányai önkormányzat dolgozóját kifertőzte meg. A DK sajtóosztályán keresztül megkérdeztük Dobrev Klárát, miért volt szükség arra, hogy éppen a járványhelyzetben tartson kampánykörutat, és a maszk nélküli találkozók miatt érez a felelősséget. Gyurcsány Ferenc pártjától adásunkig nem érkezett válasz.